Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Valósatok vagyok még egy videóval, hát ismét a Pikó Szergely. Ugye a legutóbbi videóban ebbe töltöttük fel a Digitools-nak az új hanganyagát, viszont ugye ez egy 4.5-ös dekóder. Tehát ezáltal a CV értékei ugye elmentek, én ezt nem mentettem le az előző hangmintáról, viszont Dance Zsoltnak köszönhetően megvannak a CV értékek, tehát ezt most vissza is fogjuk állítani, meg is mutatom nektek, hogy hogyan kell. Itt most értem azt, hogy például a géptérvilágítás funkciója elment egy totál más értékre, akkor a végzárfény kapcsolás, meg hát egy csomó minden most nem úgy van, hogy kéne, hogy legyen, úgyhogy ezt most vissza is fogjuk állítani. Úgyhogy akinek van kedve, akkor az tartson velem. Nos, hát ugye első körben mindenképpen kell hozzá egy Digitools Digi programmer, tehát ezt ezzel lehet megcsinálni. Ugye meg is nyitottam magát a programot, ezt itt látjátok, és úgy kell megcsinálni ezt a dolgot, hogy itt van az adatmentő panel, CV tábla megnyitás. Most a letöltésekből megnyitjuk, és CV-k visszatöltése fájlból. Erre rá is kattintottam, már csinálja is. Remélem, hogy most a hang jó. Legutóbbi videóban többen mondtátok, hogy nem jó hang. Nem tudom, most a totál új telefonról videózok, ami elméletileg sokkal-sokkal jobb, mint az előző volt. Hát remélem, nincsen gond a mikrofonjával, ha van, akkor vissza-vissza. Tehát jelezzétek, hogyha a videó most is halk. Jó. Na hát, próbáljuk ki. Ugye F0-al. Ezt így próbálom nektek mutatni. Kapcsolunk menetfényt. Ez meg is van. Azt hiszem F8-al lehetett kapcsolni a végzárfényt. Igen, ez is megvan. F21 volt, ha jól emlékszem a géptér. Igen, ez is megvan. Látok csak ezt a kapcsolom. Jó, nem sokkal jobb a helyzet, de most látható. Jó, úgy néz ki, minden a helyére került. Nos, hát a hangtól nem tudok betelni, nagyon jól sikerült a Digitools-nak ez a hanganyaga, úgyhogy köszönöm is nektek így ebben a videóban is. Nagyon jól sikerült. Úgyhogy most minden a helyén van, minden úgy működik, ahogy kell. Szép folyamatos volt a mozzan kigyorsítás, illetve a lassulása is, úgyhogy szerintem a pályán is tökéletesen fog majd működni, ami még egyelőre nincsen. Hamarosan folytatni fogjuk a tapolca modulokat. Remélhetőleg, igen, ezzel nagyon el vagyunk maradva, de hát időhiányában sajnos eddig nem sikerült vele foglalkozni. De hát tudjátok, ami késik, nem múlik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!